Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Hát, ahogy ígértem, egy olyan videóval jönnék, egy olyan témával jönnék, ami szerintem mindenkit fog érinteni. Nem egy számoló, nem egy kellemes téma, megmondom őszintén, mert ugye óhatatlanul olyan dolgokat kell az embernek ilyenkor végig gondolni, amivel nem is szeretek foglalkozni. Alaphangon igazából, ami ebben az egésznek az egész videónak mondjuk a lényege, amit talán így fogok megadni még címként is, hogy miért nem talál magára az emberiség? Hogy mi az, mitől, kitől, milyen okból, miféle dolgok foglalkoztatják, miféle elhangolások vannak. Ez egy nagyon nehéz téma, és nagyon sokak számára szerintem ez még hosszú ideig nehéz is lesz. Ugyatok, a napi élettel kell kezdeni, ugyanis úgy mennek folyamatosan, én azt látom, hogy 10 hírből minimum 8 rögtön azzal a dologgal foglalkozik, amik itt most Budapesten zajlanak, ez a bizonyos házaspárnak a témája, amivel igazából én nekem nincs mit kezdeni. Nekem erről megvan a privát véleményem, majd mindenki találja ki, hogy mi lehet ennek a hátsó oka, meg szándéka, meg mi mozgatja, milyen gondolatok. Ami viszont nekem furcsa, és ezt mindenképpen csak azt tudom mondani, hogy tovább fogja nehezíteni, bonyolítani az emberek életét, amikor én azt hallom, hogy újabb irányt nyitni, újabb, mit tudom én, harmadik, negyedik, vagy Isten tudja, hanyadik utat nyitunk, akkor azt kell megmondjam, hogy már az az egy is sok, ami ebbe a témakörbe van, amit úgy hisz, hogy politika, meg pártjai, mert egyik se vezet soha sehova. De még egy úton hamarabb rájön az ember arra, hogy nem vezet sehova, hisz mind az ígéret földje. De hogy ebből még további-további leágazások, további-további megélhetési programok fognak nyílni, mert ez nem másról fog szólni, mint egy megélhetési program. Én ezt látom, lehet nekem mondani, hogy én nekem se kedvencem, se utálatosam. Nekem sokkal-sokkal fontosabb az, az érzésem erről, hogy ezek sehova nem vezető dolgok. Ma a világ azt mutatja, és azt kínálja, és itt van mindig a Matrix, és nem lehet megúszni, és hiába prontja valaki, de hát nem a Matrix, de, jelzem, a Matrix. A Matrixnak pontosan ez a lényege, hogy higgyél valamibe, higgyél egy politikába, a vallásból már kiszerettél, most higgyél még egy újabb vallásba, azt hívját politikának, azok az irányzatainak. És tudjátok, a múltkor is megnéztem, hogy ilyen csoportokban körülbelül, ha beteszel egy a csoportnak nem éppen az igényeidek megfelelő választ, abban a pillanatban rád ugranak, hogy te biztos ez vagy, meg ilyen vagy, nem, józan gondolkodással beteszel egy választ egy eléggé nagyon-nagyon láthatóan hamis dologra, és azt kell mondani, és itt van az igazi probléma, hogy vastagon nem értik, mert elfogultság van, mert szemellenzővel jár itt mindenki, és itt ne sértődjön meg senki, amikor én azt mondom, hogy bármelyiknek is ott híve. Tudom, mai trend ez, azt is tudom, hogy sokan mondják, de valóban kell tartozni. Nem kell tartozni, ez a legnagyobb csapda, hogy nem kell tartoznatok, vagy hova tartozol, a teremtőhöz tartozol. Még azon oknál fogva is, hogy számtalan teremtmények a kreátuma vagy, és ezek idegen civilizációk, akkor is azok is a teremtőek a részei. És az ember kitalálta, illetve kitalálták neki azt, a csodát föltalálták, hogy majd most egy önálló életet él, nem egy irányba. Hát nézzétek meg, melyik társaság önálló. Mindegyik val valamit, mindegyik fülre rohadt jó, mindegyik baromi jó, és mindegyikben azt látom, hogy egy körnek marha jó. És ha egyszer végre megérteni mindenki, hogy hagyjuk már abba ezt, hogy ki kicsoda, meg kinek kit szeret, meg nem szeret, hanem egyszerűen beszélgessetek már egymással, kérlek, szimpatizások, beszélgessetek egymással. Nem arról, akiket utáltok vagy szerettek, magatokról. Magatokról beszéljetek. Látsz-e például te X évvel benne vagy, látsz-e például jövőképet a te életedbe. Látsz-e például biztonságot az életedbe. Látsz-e például olyat, hogy a te gyerekednek látod a jövőképét. Akkor menj messze, bátrabban, látod-e az unokádét?
Hát ezt te mind látod, és te biztosan tudsz, akkor te nagyon jó irányba vagy, tehát nem sem mozdulj, nagyon jó irányba vagy. De ha esetleg mindegyik, és azért itt borzasztó fontos lenne már végre megérteni, hogy tegyük már félre, hogy kikit utál, kikit szeret. A saját életedet tett egyszer előre, nem valakit, akit kitettek neked oda piedesztára, és akkor neked azt kell lózungolni, hogy éljen, és ez már több ezer éve megy, gyerekek. Nézzétek, még Cézárék idejében is így működött. Az milyen nagy szar volt az is. És egymással, és teljesen érdektelen, hogy most melyik csoporthoz tartozok, teljesen érdektelen, milyen oldali vagy balod, jobb oldal, tök mindegy. Kérdéseket tegyetek föl, kérek egymáshoz. Kérdéseket. A te életedbe, az évtizedek alatt, már pedig itt feltétlen ahhozokhoz szólok, akik éltesebb korúak, tehát te több mindent láttak, tehát több mindenben voltak már részesülve, hogy láttál-e érdemi változást az életedbe, vagy csak el akarják hitetni veled, hogy érdemi változás lesz. Ez ami rohadt nagy csapda, és én ezt mondom nektek, hogy mikor fog az emberiség ebből talpra állni. Hát ameddig ezeket követi, ameddig különböző felekezetek, irányzatokat követ, elmondom, soha, mert ez nem a talpra állás iránya, és a múltkor is említettem nektek, tök mindegy, hogy te milyen dologba hiszel, mit szeretnél, milyen rendszert szeretnél, és itt mondom nektek, hogy és nem azok ellen beszélek soha, akik mit tudom én, azt mondják, hogy rendszert akarnak váltani. Nem ővelük van a baj, azt kell megérteni, mind a Matrix része, hát mind ugyanaz, csak egy nagy ívbe elvisz valahova, és meg fogod látni, ugyanazok a törvények ott fognak állni, ugyanazok a csapdák ott lesznek, csak esetleg kicseréled a szereplőt, de a szereplő nem tud meghasonulni, mert maga a Matrix nem is engedi. Tehát lehet ezen gondolkodni, lehet azt magyarázni, hogy de az ilyen jó, meg olyan jó, hal, én elhiszem. Miért ne hinném el? Nincs okom azt mondani, hogy nem azon múlik, hogy én mit hiszek. Én nekem azon múlik, hogy évtizedek alatt hihetetlen sok üdvöskét láttam, hihetetlen sok nagyon-nagyon jó gondolkodót láttam, de egyetlen egyszer se fog jogja azt mondani, hogy nem politikával kell tovább menni, mert az a pálya, az az életpálya, amit a Matrix kijelöl, és amikor arra ki van jelölve valaki, és amikor benne van, soha a üdös életben nem fog tudni kimozdulni azért, mert ő abban már benne van a programban. A programot pedig a Matrix adja. Ezt kell megérteni, és nem szeretni, meg utálkozni kell, érteni kell. Én mindig azt mondtam, vannak kedvenceid, kérdezd meg, tud-e úgy gondolkodni, hogy nem pártnak, vagy felekezetnek, vagy valami alakulatnak a nevében, hanem ő önmagába ki tud-e nyomni olyan gondolatokat, ami nem csak neki, hanem mindenkinek a környezetére igen-igen még hatékony lenne. Ha ez mindig csak egy párt felekezet, mindig csak egy frakció, a franc megesz már a szavaktól, hogy a frakcióval megbeszélünk, mi a lószart keres a te életedben, ami párt frakciója? Mondd el nekem, mi a szart keres benne? Nézzétek meg, itt van ez a házas pár, nézzétek meg, harmadik, negyedik, ötödik, századik utat fogja kitolni. Hülyék vagyunk mi, gyerekek? Hülyék vagytok? Hülyék akarnak lenni az emberek? Vedd észre, hogy az egész egy illúzió. Vedd észre, hogy az egész arról szól, hogy a te drága idődet, a tága jóhiszeműségedet meglovagolják. Azt hiszed, hogy üdvöskék jönnek. Ezek az emberek a rohadt életben nem kerültek volna elő, ha Matrixnak egy napjában nem tölti el az életét. Nem tudod. Próbálj meg te bemenni. Küldd be a legjobb barátodat ki, iszonyatos koponya, iszonyatos penge. Nagyon-nagyon tudja a dolgokat. Be tudom menni. Hát azt hiszed, hogy egy választás az a pont, ahol be lehet ide kerülni, akkor te rohadtul tévedsz. A választani, te abból fogsz választani, amit a Matrix igényei szerint az étlap elbír. És te, ha hiszed, ha nem, azt az étlapot fogyasztod, mindig kicserélik neked a menüt, de mindig ugyanaz a konyha főzi. Ezt értsd meg! Ne hülye legyél, kérlek! Ne hülye legyél! Gondolkodó legyél végre! Azt az étlapot az a konyha fogja főzni, ezt pedig úgy hívják, hogy a Matrix, amit pontosan a világhatalom irányít. Pontosan az a hatalom irányít, amit te szíthatsz éjjel-nappal, meg mondhatod, amit akarsz, meg itt szabadkövűeshetsz, meg illuminátushoz hasz minden, de nem veszed észre, akkor is ugyanazt a kosztot eszed. Érted? Ezt kell megérteni, hogy
ébredj föl, és az emberiség magára találása ott lesz, amikor azt fogod mondani, hogy nem akarod ezt az utcát járni. Nem érdekel, hogy nézzétek meg, csak azt láttam, a múltkor is nézegettük, voltam a belvárosba, és öltönyös ilyen-olyan manuszok szaladgálnak, rád se néz, pedig ismert figura, úgy megy az emberek mellette el, mintha az emberek nem léteznének. Úgy nézett ki, a ismert, és nem mondom ezeket a neveket, pedig benn vannak a térben, és mindenki ismeri ezeket. Úgy ment el az emberek mellett, mintha ő lenne egy földön kívül, és az emberek csak valami porszem. Érted? Ez szinte ki van találva, ha bekerülsz ebbe a rendszerbe, bekerülsz ebbe az intézménybe, akkor megvan, hogy kell kinézni, hogy éppen milyen öltönyben legyél, milyen cipőben legyél, most divatanyagkendő, vagy nem divatanyagkendő, milyen színű divat, milyen, értsétek meg, nem ez számít. Az számít, hogy a te életedben rohadtul megváltozik-e valami, vagy nem. Van-e, tudsz-e elmutatni alternatívát, hogy te 2 nap múlva, 2 év múlva, 10 év múlva mi változott az életedben? Mert az öltönyös ugyanolyan öltönyös marad, te meg ugyanolyan csóringel leszel, és napra élő leszel. És ne az öltönyt igényeld, ne azt irigyeld, soha ne a vagyont irigyeld. Azt nézd meg, hol volt szereped neked abba, hogy te ezt a Matrix játékot végigjátszhattad. Állandóan te játszod, és ezek a performanszok, ami utcára hívunk, 50, 100, meg 200, meg fél milliárd embert, nem veszik észre, hogy ez mind egy biodíszlet. Ez mind ugyanannak a Matrixnak, majd kiadnak egy újabb megállapodást, és akkor ottan te szépen békésen hazamész, és nem adok neked egy hónapot, már minden ugyanúgy megy tovább. Én ezt látom évtizedek óta, itt több kevesebb sikerre meg lehetett úszni dolgokat. Jelenleg a Matrix úgy működik, ha tetszik, ha nem, ameddig te pártokba, politikába, egyéb vallásokba, különböző irányzatokba gondolkodol, addig te a Matrixot fogod teljes mértékig űzni és kiszolgálni. Lehetsz te nagyon tudatos, te nagyon felvillált, te nagyon képzett, ha ezt nem érted meg, akkor tök mindegy, akkor a Matrix röhög és szarik rád úgy, ahogy van, be fog darálni. És ugyanúgy tovább fogsz nézni ebbe a dolog a fejedből, és azt fogod mondani, megint elment x éven, megint x 10 éven, és akkor mit fogsz mondani a gyerekednek, mert nem tudod. Kínjába az emberek mit csináltak? Beletették a gyerekeiket olyan iskolákba, olyan tanításokba, amit pontosan a Matrix rendszere írt elő. Mindenféle szarképzésen végigmentek, mindenféle dolgot megtanítottak, és nézd meg, hogy mi van. Most eljutottunk oda, mindenkinek a nyakába topták, bejött a térből, nézzétek, a mesterséges intelligencia, az a mesterséges intelligencia, amit most szörnyűködik sok ember, pedig az egész Matrixot ő hozta össze. Ja, csak azt nem tudta, csak arról nem tudott, csak azt nem ismerte, hát az valami mese. Igen, kicsim, mese és igaz. Igaz mese, csak most eljutott arra a pillanatra, útba van a Matrix tologatója, az maga az ember. Mikor ébred föl az emberiség? Őszintén. Ha ebből nem ébred föl, mikor ébred föl? Mennyi újongani, mennyi tapsikolni, mennyi csápolgatni, mennyi szép beszédet, és felolvasnak neked majd beszédeket majd papírból, kurva jó beszédeket fognak felolvasni, megemlékeznek neked minden ünnepséget, csak össze ne cseréljék a kottát, mert akkor másik ünnepséget fog elmondani. Mert úgy szarik rád, ahogy van, és nem érdekli a semmi. Tudod, mi érdekel? A Matrixon bent tudjon maradni, mert egyszer megízlelte ezt az ételt. Ez egy olyan étel, olyan mákony, ami egy manna. Csak hát nem az a manna, amit te hallasz, hanem ez egy másik fajta, egy kötöttség. Egy olyan program, amit ha egyszer megízlelsz, nagyon nagy karakter vagy, ha abból ki tudsz állni. De tudjátok, mi az igazi probléma? Most nagyon nagy karakternek kell lenni, aki ebből ki is akar szállni. Meggyőződ is, hogy van, aki ki tudna szállni, vagy ki is akarna, de a Matrix nem úgy működik, mint ahogy olyan sokan hiszik. És ezért mondom, hogy tanulmányozatok már picit régebbi dolgokat. Hát ezt nem ma találták ki. Rohadt jól működik több ezer éve. Gondolod, hogy ez most ebben az évben itt fog megállni, vagy ott, vagy ott, vagy ott? Precízen van milliméterre patikába kivérve. Hogy kell adagolni, mikor milyen állapotban van az emberiség, mikor mit kell megerősíteni, mikor mit kell meghúzni tőle, mikor mit kell megvonni tőle, mert megszokták már az emberek, hogy a legnagyobb szart is majd valahogy túléljük. Tudod? És csodálkozunk, hogy nincs ebből kiút. Csodálkozunk.
Ha megnézed, a média minden felülete ugyanarról a történetről beszél, erről a párról, akinek semmi különös nincs a történetében, be van dobva a térbe, aztán majd megnézi mindenki, hogy körülbelül mi újság van. Szerintem, ha mindenki, aki egy picit magába el tud gondolkodni, és nem kötődik, és nem elfogult, és nem gyűlölködő, és nem hízelgő, és nem érdek, nem kitartotja a dolognak, az pontosan tudja, hogy ez a dolog hogy működik, és miért van. Aki ezt nem tudja, annak a Matrix egy igen jó ketrec, javaslom, hogy komfortosítsa hosszú távra. Mert nem így működik, ahogy ő gondolja. Most azért vannak ez a problémák, mert az emberiség jelentős része az elmúlt évek igen nagy problémája miatt, emiatt a probléma miatt mai napig nem volt szint éppen a te kedvenced, éppen az a politikusod, nem mondta azt, hogy elnézést kérek, nem mondta azt, hogy mindent megteszek, hogy felejtessem el veled ezeket az éveket, nem mondja azt, hogy foglak kárpótolni, és te még mindig azt gondolod, hogy itt minden úgy van, ahogy neked mondják. Te még mindig azt gondolod. Nézzél körbe a környezetedbe. Mondom, semmi más ne vegyél. Azt nézd meg, tudsz-e tervezni 2 évre, 5 évre, 10 évre. Régen még 5 éves tervek voltak. A gyerekek azt nem tudjátok megmondani, hogy holnap mennyibe fog kerülni a kenyér. Mert gázolajtól függ, meg áramtól függ, meg minden Isten haragjától függ, tudod mitől függ? A szándéktól függ, mert aki ezt a rendszert működteti, aki ezt az egész energiát mozgatja, aki az egész pénzügyt mozgatja, annak pontosan az a dolga, és ő a dolgát végzi, hogy te kínlódjál, te vergődjél, te veszekedjél, te haragot keltsél, te gyűlölködjél, mert ez az ő energetikai lételleme. De te ezt nagyon-nagyon nem veszed észre, hogy ennek te vagy a legnagyobb mozgatója. És most elcsodálkozunk, meg behívnak ide-oda embereket. Egy nap alatt le lehet rendezni egy ilyet, ha egyszer eldöntöd a fejedben. Tudod, melyik a te szabadulási napod? Amikor azt mondod, hogy befejezed az X-et. Amikor azt mondod, hogy nem érdekel tovább. Amikor nem kapcsolsz be ilyen dolgot. Amikor nem ez a téma, hogy mit mondott a Peti, mit mondott a mit tudom én ki, mit mondott ez. Figyelj, azt mondja, amit akarják, hogy mondjon. És azt fogja neked mondani, hogy éppen milyen állapotban, vagy mit akarsz abból meghallani. Nem utálni kell, ő is a dolgát végzi. El tudtok hinni olyan dolgokat, hogy valaki x évig benne van valamibe, az most hirtelen meg... Az óriási felismerésem van, gyerekek, hatalmas. Igen. És mit akar alakítani megint? Eszement ember, észreveszed? Újabb pártot, újabb dolgot, ami ugyanannak a Matrixnak a része lesz, és ugyanúgy, csak mit fog csinálni? Esetleg mások elől elveszi a mit, amin hány tudatlannak az X-ét, de az nem veszi észre, hogy miközben azt mondja, hogy egy új dolgot, meg érted van, meg mindenért van, meg én már üdvöske vagyok, meg én nagyon tudom, meg én nagyon igaz vagyok, közben elmondja, az arcodba bedobja, én leszek a harmadik erő, vagy az X-edik erő, és pártot fog alakítani. Gyerekek, nem ott kellett volna hazamenned? Nem ott kellett volna hazamenned, és még erre te mész. A gyerekek. Én nem véletlenül mondom, hogy nem azt mondom, hogy ki kicsoda már. Gyerekek, hozzatok már egy olyan döntést magatokba, hogy a szimpatizánsok beszélgessenek végre. Kérdezz, ilyen oldal, olyan oldal, beszéljen a másik. Ne a gyűlölt meg a kedvencről. Nem, azért van ez. Mert ez így van kitalálva, hogy kedvencedet kell utálni, az ő kedvencét kell utálni. Ezáltal nem fogtok tudni kommunikálni. Vedd le a szemed a kedvencekről, meg az utálatosról, és kezdjetek el önmagatokról beszélni. Kezd el, amit az elején mondtam, kezd el. Látsz-e jövőt a gyerekedbe? Játsz-e jövőt az életedbe? Látsz-e az egészségedbe olyat, hogy te biztonsággal tudod megélni még a 10 év múlva életedet is? Látsz-e ilyet? Vagy már mindenhol félelemmel mész be? Vagy már mindenhova úgy mész be, hogy... Ki kéne nőni ezt a dolgot? És én nem azért mondom, én nem hallottok, hogy én most azt mondanám, hogy ezt utáld, azt utáld. Nem. Mindegyik a dolgát végzi. Balkán nevében mindegyiknek igaza van. De a te szempontodból mi van? Hát mindegyik azt mondja, amit a füled hallani akar. Ha idd el, a homlok egyenes másik csoportba ugyanazt mondják ott neki, amit az ő füle hallani akar. De az életébe.
Mert ott is az, aki a benne van az, a mézes bödönben, az ott is leszarja azt, aki ott tapsol érte, meg a másik oldalon is leszarja. És akkor így azt fogod látni, hogy a belvárosban öltönyöskék, lakcipősök fognak szaladgálni, nyakkendő nélkül, és urizálunk, és kurafizálunk, és nézzünk ki a fejünkbe, és megyünk előre, és megyünk, mert mi tudjuk, hogy mi a dolgozó népet szolgáljuk, és vagyunk. Csak melyik a dolgozó nép? Mert azzal meg nem áll szóba senki. Gyerekek, értitek már ezt a lényeget? Nem kell ebbe gyűlölködni. Gondolkodni kell. Hát, én sokszor ezt úgy látom, és véletlenül, amikor benn vagyok hogy a belvárosban, és gyalog, pontosan azt látom, hogy két embertípus van. Egyik, aki élteti, a másik meg akiből él. Aki örömmel konstatál, kijön, és szemlélődik azon, hogy az ő életét mennyi olyan ember tartja fönn, aki ezt, ha kimegyek, a szememet nem teszem rá, nem vetem oda. Érted? Kell neked ezen gondolkodni? Kérdezd meg a kedvencedet, bárki az. Teljesen mindegy, hogy milyen pár. Tudnál-e úgy is viselkedni? Tudsz-e úgy is gondolkodni, hogy nem valami pártfegyelemnek, nem valami pártocskának, nem valami ideológiának, hanem a józan eszed szerint, a te lelkiismered szerint beszélj ezután, de hagyd ki a pártokat, hagyd ki a frakciókat, vagy mindent, ezt a sok szart, hagyd ki már, hanem tudsz-e úgy, mert ha benned te egy nagyon komoly gondolkodó vagy, te tényleg igazi, és azt mondom, hogy nem csak magyar, hanem minden nemzetben igazi hazafi van, akkor az nem a párttól hazafi, nem a vallástól hazafi, hanem önmagától hazafi, mert érti annak a terület lakóinak a problémáját, érti a területnek a lényegét, és nem attól érti, hogy neki a frakció, az a marhaság mit mond neki. Mert ha megnézed a frakcióban, ott fognak ülni azok, akik kurva jó meg vannak fizetve, hogy üljenek, de ellent nem mondanak. Mert ha ellent mondanának, akkor kicserélik a frakcióba ülő arcokat. De akkor is az frakció marad. Tehát azt mondom neked, nem kell senkit megbélyegezni, szólj azoknak, akik kedvenceid, tudnád-e, el tudod-e képzelni úgy az életedet tovább, hogy ezt a nemzet, ezt a területet, és most figyelj, látsz-e abba magadba kihívást, magadba ambíciót, magadba kurázsit, hogy ezt a területet egy egységes egészként be tudod-e vezetni, rá tudod-e bírni a területen élő összes országnak a jelenleg hasonlóját, hogy ő közös akarattal hozzunk egy döntés, hogy egységes Kárpát-medence szövetsége legyen, és nem pártok, nem felekezetek címszóval, hanem a területért vagyok. Hát gyerekek, itt döntések azt szerint jönnek, vagy nem jönnek, hogy milyen frakcióban vagyok, milyen pártok vagyok a tagja. Közben pedig minden döntés, és ezt Budapesten gyerekek, hatványozottan lehet látni, hogy van egy vezetése az országnak, van a városnak, és a kettő valahol, mintha nem egy városban élnénk. Gyerekek, tudod miért? Mert az, aki például a város vezeti, az életben nem találkozott veled. Azt nem érdekli. Őt ott megválasztották, és amíg meg nem kövesedik, ott van. Vagy valaki jön, és akkor kicserélik egy másik kövesedésre, hajlamosra. De igazából érted? Tehát mondok egy kettő példát, hogy csak ha Pesten ha élsz, akkor értsd ezt az idiotizmust, ami van. Mi a szarért kell lezárni Budapesten a rakpartot? Hol futó bolondériumat, hol bicikli, hol a franc tudja milyen bolondérium miatt le kell zárni. Vagy mondok egy másikat, mi a szarért kell biciklisával tönkretenni az amúgy is nagyon nehezen közlekedő városi autósok életét. És utána persze azt mondod, koszos a levegő, és akkor most itt szigorítunk, meg mindent csinálunk. A gyerekek, ki volt az az elmebeteg, aki ilyen dolgokat tud döntetni, le kell zárni egy sávot, hogy ne tudjon gyorsan elmenni az autó, hanem ott álljon, ott rohadjon meg, ott fogyaszt üzemanyagot. Igaz, hogy az is pénz, mert ha többet fogyaszt, akkor többször megy kutra, meg ha idegbeteg, akkor megeheti a tablettát, ami megint jó pénz azért, ha a tablettát bevesz a bezsongéppen. De kérdezem tőletek, ezeket az embereket ki a lószar tette oda? Ott voltál azon a napon? És akkor összeülnek, és raklap pénzszámra ott tanácskoznak, és hoznak neked olyan
városi döntéseket, ami közviszonyban nincs a városi embernek valós életével. És közben azt fogod látni, hogy minden olyan közintézmény, ami volt, az már más szolgál, általában mindig vagy szálloda, vagy valakinek a valakije. Hát gyerekek, ez működik. És akkor megkérdezitek tőlem, mi a véleményem a politikáról, meg így ezekről. Az, hogy ha te ezt tűzöd, akkor te igen hülye ember vagyottál még mindig, mert nem veszed észre. De nem az a módszer, hogy cikized, nem az a, hogy leanyázod, nem az a, hogy kimész és ott ordítasz, mint egy idióta mocskolóc, hanem az, hogy azt mondod, hogy itt és most befejeztem, ezt ennyi volt. Mert holnap neked a gyerekednek kell már amit mondani. Azt nem fogod elmondani, az egód nem fogja engedni, hogy ökör voltál évtizedekig. Azt nem fogod elmondani, de a gyereket szívni fog, mint a torkos borz, azzal meg vállalt föl. Mert nem lesz mindenkiből öltönyös, nyakkendős, nélküli, lakcipővel sétálgató, a szemüvegén éppen, hogy átnéző, és szinte úgy néz az emberek az utcán, mint egy pondróra, hogy mit kerül ő oda, hisz ő egy kiváltságos, ő politikus, ő miniszter, ő istenszara, minden, de ott úgy megy el, mint hogyha belőle sütne a nap. Gyerekek, nem dühös vagyok, csak most már azt kell mondjam, hogy muszáj elmondani úgy, hogy az ember megérti, amikor ott benn van. És akkor ne tapsikoljál, hogy neked most ki mit mond, hogy az egyik éppen megigazulni látszó, mert csak látszó, de nem megigazult, éppen kibeszél abból, amiből ő már nagyon jól köszöni jól van, és még tervezi, hogy még legalább háromszor annyi ideig szeretne köszöni jól lenni, de ez szüksége, látja, hogy szüksége van rád, mert te vagy az az idióta, aki majd beviszed. Mikor veszed észre? De nekik gyűjtsetek ennek, tényleg, mint a Izaurába, gyűjtsetek a házaspárnak, mert gyerekek, hát nem lesz holnap vacsizás. Hát gyerekek, ennyire hülye lett mindenki? És ez van minden, és minden van meghívva, mindenki beszél. Hát gyerekek, úgy le kéne szarni ezt, ahogy kéne, és rá jönnétek egy perc alatt, hogy a Mátrixnak ez a cselszövés, ez nem jött be. Ez nem arról szól, hogy egy új dolog jön, arról szól, hogy a figyelmedet vond le. Vond el. Mert miközben te a figyelmedet erre összpontosítálod, addig a te életedben semmi nem fog változni. Fogadd el. Hát semmi nem változott meg. Azért kérlek benneteket, tegyétek föl magatoknak egymás között ilyen oldal, olyan oldal, beszéljetek. Nem az emberről. Mert ez a csali benne, hogy csak arról akarsz beszélni. És hogy nem hiszed-e, hogy igazam van, írjál be a számodra nem a te szimpatizás körödbe egy mondatot, ami igaz, és nézd meg, hogy mit fogsz kapni. És tudjátok, mi a szégyen? Hogy azt a másik oda is beírhatja, és ott is ezt fogja kapni. És nem veszi észre, hogy igazából a saját maga igazságát se vette észre, mert érte írtad. Én mindegyikben lepróbáltam, gyerekek. Én mindegyikben lepróbáltam. És vissza is húztam, mert kíváncsi voltam. Hát aki ezt nem érti, annak tök mindegy. És akkor beszélgetünk, hogy vagy spirituálisan, meg emelkedés. Hova a szarba akar emelkedni az az ember, amíg azt se érti meg, hogy még a jövő évét se látja. Hova akar emelkedni? Ezt, hogy emelje föl a fejét, emelje föl a gondolkodását, emelje föl az önbecsülését, hogy nem bábszínházas figura, hanem olyan, aki gondolkodik. És ha már van egy unokád, akkor vedd ezt a rohadt gondolkodást előtt magad elé, hogy hát figyelj, mit fogok mondani a gyerekemnek, mit mondok az unokámnak? Hát te szarod el az életét, az unokád szarja el az óvodába, vagy az iskolába, ott szarja, te szarod el az életét, mert vakhitten, vattyúként belementél minden marhaságba. És csak az utálkozás jött ki belőled, nem a gondolkodás. Azok az emberek, akiket te ma utálsz, itt politikusnak, vagy akárkinek, azok az emberek tudnának jót is csinálni, ha nem ebben a színházban megelégedetten dagonyászna a lakó, az a nép, amelyik őt iszelgeti. Mert fogadd el nekem, hogy akármit csinál, hogyha nem lenne ez a hajbokolás, ez az állandó, a nyelvem lóg, és mindig nyalom a kezét mindenkinek, aki éppen a kedvencem, akkor hidd el, hogy ő is hozna olyan döntéseket, már pedig lehet látni, hogy vannak döntések, csak mindig azon a mesdjén megy. Megigazulni úgy nem lehet, hogy csak azt hiszed, hogy megigazulsz, úgy lehet megigazulni, hogy az életeden is meglátod. Azt fogod megérezni, hogy a te életedben van valami, ami megváltozott.
x-10 évet eltöltöttél, és mi változott meg? Nem azzal kell jönni, hogy mikor volt 360 a kenyér, gyerekek? Hát ez, meg régi képeket betenni, hogy ez ilyen volt. Hát nem ezek lényeg. Az a régi, az akkor volt igaz. Ma miért nem igaz az a régi? Mert a Matrix átrendezte a színpadot, és most te belőle többet akar kicsavarni. Akkor szoktatás ideje volt. Akkor te voltál, akit megszoktattak. Több ezer éve vezették le az embereket a tudatos, értelmes és tele is, valódi ismeretekkel lévő gondolkodáson. Több ezer év kellett hozzá. Gondolod, hogy ezt az kín egy téren fogod visszakapni? Azoktól, akik ott hemzsegnek egy színpadon? Akit a szupertechnikával fognak, és minden tévéstúdióban ott fogják nézegetni, meg te beszélj itt, te beszélj ott, aztán cseréljetek, meg mindenki mindenkivel beszélgessen, mindenkit beszél, csak veled nem történik közben senki. De neked viszont, és veled semmi nem fog történni, neked viszont a drága életidődet totálisan hazaveszed. Hazaveled. Nem gyűlölködik el, gyerekek, nem gyűlölködik el, néha gondolkodni. Tehát én nem mondtam azt, hogy mindegyik, aki ma benn van mondjuk a politikai térben, az mind olyan, ami menthetetlen. Nem. Van benne, nagyon is van benne. Van benne. De tedd föl a kérdést neki. Merj bátran odam lépni. És ha nem hülyén fog neked válaszolni, nem vigyorogva, szinte gúnyosan fog kiröhögni, hanem azt mondja, hogy igen, el tudom képzelni, de oda el kell jutni, akkor ott már jó helyen vagy. Tudod? Akkor már jó helyen vagy. Fölmersz tenni ilyen kérdést? Nem, mert muszáj föltegyed a kérdést, mert a gyereked, a unokád jövőjének a kérdését teszed föl, mert ő nem tudja. Ő azt se tudja, ki a francoz. De viszont te tudod, és te tapsikolsz, meg fütyülsz. Kire? Miért? Az unokád, majd mondd el neki 10 év múlva, 20 év múlva. Baromi szerencsé az emberiségnek, hogy baromi rövid ideje van. Ez úgy megy, szerintem zsákba az a faj most, ahogy kell. Miért? Mert ilyen. Muszáj lenne, hogy zsákba menjen? Nem. Nem. Mi kell hozzá? Hát egy kicsit önbecsülése. Amikor már azt fogom mondani, hogy hát azért ez tényleg nagyon alsó hangos. Én járok x-elgetni, közben meg ott nézem, hogy az évek alatt ott már a boldog-boldogtalanabba, holdudarba, trilliárdos, milliárdos, és tapsi fül, meg kajla fül, meg ott magyarok, hogy mit tudom én, akkora hasznom van a cégeimnek, gyerekek, hogy fú, de amúgy ti le vagytok szarva. De azok a cégek, azok a hasznhozó dolgok, megkérdezte tőle valaki, hogy kié volt? Az te apádé, anyádé, nagyanyádé, sőt, lehet, hogy a tied, a te rokonságodé volt. Ott dolgozott benne. Most tapsi fül, meg ott hát, értitek? Hát persze, hogy megteheti, hisz aki, nincs, aki kérdezzen. Nem gyűlölettel kell kérdezni, gyerekek, értelmesen kell kérdezni. És ha nincs válasz, akkor bemutatod, hogy itt a vége a napnak. Nincs több X, ennyi volt. Ebben nincsen semmi. Nem balhészni kell, meg rángatni az embereket, gyere az utcára minden héten, gyere most szombaton is, gyere vasárnap is, gyere vagy szerdán is, gyere, meg minden nap gyere, és ki a lószar fogja téged pótolni a melóba? Ki a lószar fog? Aki kirángat? Hát azt őt fizetik ezért, gyerekek. Hát legyen már eszetek egy picit. Nem kell sok legyen hozzá, csak egy kicsit. Nyugodj le, békélj meg először önmagadat, tisztázd le az életedet, ahány éves vagy, megy, éppen szalámizd le magad, hogy ekkor ez meg ez, ha vállalkozásom volt, hol volt egy üzletem, már nincs, mert be kellett zárjam, mert ezért, mert lehetetlen, mert az adó, jó, hazavágtak, mert ez az, kik hozták az adót, kicsim, kik hozták, nem azok, akiknek x-eltél, vagy ki a lószar hozta. Nem azok döntöttek egy frakcióba, vagy egy bizottság meghozta neked azt a döntést, amihez biztos, hogy nem adnád áldomásodat, amikor hívnak ki, hogy gyere, X napban, gyerek. Akkor nincsenek rajta a kínálatin, hogy figyelj, én legyek föl, mert hoztam neked olyan dolgokat, hogy ezt emeltem, azt emeltem, de szórok neked egy kis csillámot, hogy ne vedd észre, de nézd meg, én haza, Isten, meg minden van itt, gyerekek, mindenki Isten haza van, mindenki. Hát csak melyik Isten, gyerekek, na melyik Isten? Hát azt beszéljük át, melyik Isten? Meg kell nyugodni, nem gyűlölködni, gondolkodni kell.
Igenis, ez az egyetlen dolog, amivel az emberiség talpra tud állni. Talpra pedig akkor áll, ha gondolkodik. Nem ezt a gyámkodó kiskorút, akinek politikus, meg hídvezetők fogják elmondani, hogy hol menjél imádkozni, hányszor boruljál le, mikor vezekeljél, jaj, te már bűnben születtél, gondold el ezt a baromságot, gyerekek. És az emberek elhiszik, te bűnben születtél. Hát te, a franc meg ezt téged ilyeneket mond. Hát ne vicceljetek már, gyerekek. Miért születtél bűnbe? Nem azért küldött a teremtő, nem azért születtél, de bűnbe születtél, de dolgod van, mert tapasztalnod kéne. Mit tapasztalsz meg? Ma az emberiség 99%-a tudod, mit tapasztal meg? Hogy lesz 10 000 karmája? Azt fogja megtapasztalni. Hát aki vezeti, annak nem lennék a helyébe. És nem csak a tapsi fülesek fogják, nem csak a fullosok fogják, hanem az is, aki a fullosokat folyamatosan kiszolgálta az együgyű. X-elem, megyek X-elni, jaj, a kedvencem, akkor megyek. Hát, hát azt se tudod, ki az. Tekintetét egyszer rád emelte valamelyik? Hát gyerekek, ma. Azt látod lépten nyomon hírekbe, hogy ennyi, ez az övé, az az övé, az az övé, az az övé, minden az övé, aki meg nincs pályán most, az meg nem látod, az meg este lesz az övé. De abban az meg rád nem tartozik. Gondold végig egy picit. Nem gyűlölettel kell lenni, értelemmel. Az értelmet az azért adta a teremtő, mert mindenkinek ott van benne a lehetősége, mindenkinek megvan. Csak kérdés, hogy mire használja szét? Mire szórja el? Hát szánalmas, gyerekek, hogy ilyen performance-a kimegy x 100 000 ember. Hát gyerekek, mit akarunk akkor itt változást? Mit? Milyen változást akarsz? Tudod, miért kellett volna kimenni? Hogy föl kellett volna kiácson onnan, hogy most mindenki kapcsolja le a telefont. Most kapcsolt ki a telefon. Most legyen 1 perc csönd. És az 1 percet, érted? Ott van 50, 100 vagy 5 millió, a franc tudja mennyi. Azt kellett volna, odaállna valaki, azt mondja, hogy kérlek, most mindenki tegye el a telefont. Kapcsold inkább, hogy ne csöngjen. Kérlek, legyél 1 percig csöndbe. Tudsz 1 percig csöndbe lenni? Nem zakadsz, hogy fúj, már fütyülnöm kell, meg alsognom kell, meg tapsizni kell? 1 perc csönd. És most gondold végig az életedet. És gondold végig, hogy hány ilyenen voltál. 1 perc után rá fogsz jönni. De csöndbe kell lenni. És ott olyan utat kell neked mutatni, ahol azt fogja mondani, és nem népszerűség hajhászás, még több legyen a szimpatizánsom. Nem, olyan utat kell mutatni, ami annak a területen lévőnek biztonsága, és amiért azt fogja mondani a kint külhomba lévő, aki innen ment oda, hogy holnap pakol, csomagol, és fölmond, és visszatér. Miért? Mert a gyökerei újra kérik, hogy jöjjön. Hova jöjjön? Hova? Ne azzal legyél kiakadva, hogy most jön a pici bit, van annak egy más vonzata és egy más mezője is, azt meg érteni kell. Akkor, amikor ekkora balhé van a környezetedben, akkor legyél egy picit jobban gondolkodó, jobban elmélyülő. De attól még pontosan tudod, hogy téged akármi van a környezetedben, téged mindig várnak egy napra, arra az X napra várnak téged, és lé fogják szarni, de hogy le van szarva, hogy te hogy éled meg. Hát, hogy le lettél szarva az elmúlt 3-4 évben, és nézd meg azok az arcok, akik biztattak minden tuti jóval, ma ott hemzsegnek, ott pezsegnek. Nézd meg csak. Meg mész majd a koncertjére, meg mész tapsikolni, és közben meg mondta, hogy kell neked ez. Hát kellett neked. Ha te még most azután is mész mindenhova, és hajnározod. És utána megigazul majd. De oké. Hol volt akkor az embereknek a józan esze? Hol volt? Azt mondod, hogy ez így javul meg, majd gondolod, hogy a kedvenc az majd, nem a kedvenc, az benne van egy körbe, az a kedvenced, az azért van ott, és attól lehet kedvenced, mert a körnek ő tagja. Ha ő nem lenne a tagja, akkor te nem is látnád őt. Az igazi lehetőség az, hogy nagyon repedezik a Matrix, de nem azért, mert az emberek okosabbak lettek, meg tudatosabbak, hanem lenne egy
külső változás és egy külső dolog, ami a Matrixon nagyon komoly nyomást fog gyakorolni, és ugye ez az a bizonyos Nibirui história, és itt nekem igában mondogatja valaki, hogy az nem fontos, hát az a baj, hogy nem tudod, hogy miért fontos. Az a változás óriási nyomást gyakorol arra, aki ezt az egészet rendezi. De még nagyobb fontosság lenne, hogy akire meg az rendezi, abba átmenjen a változás. Meglegyen az a felismerése, hogy ő, neki elege van ebből. Vissza akarja kapni azt a tudást, azt a minőséget, ami volt tradíciókkal ezelőtt. Gyerekek, több ezer éve elvették az embernek a tudását, elvették az élethosszát, elvettek mindenét. Egy fogyatékosan élő emberiséget látsz magad előtt több ezer éve. És abban vannak kiváltságosok? Nem, abban vannak Mátris kiemeltek. Akit a Mátris megemel, hogy te őt vezetett. És nézd meg, mik vannak a Mátrisnak a pakliába? Háborúk, éhínségek, mérgezések, szaravizet, szaralevegőt, szarazételed. Nézd csak meg, mi van benne. És te még megkérdezed, hogy te érted a dolgokat? Valahol el kell kezdeni. Nincs olyan. És amikor azt mondja, gondolja valaki, hogy de mi kicsik vagyunk, meg nincs olyan. Nem. Egyénileg kell elkezdeni. Minden, az egész Földön egyénileg kell elkezdeni. És az fog kihatásra hatni mindenre. Azt, hogy én mondom nektek, és nem győzöm, hogy mondani már, hogy ennek a területnek egységes egészként kell együttműködni. Egyként. Nem kedvencek szétesésére, meg ilyen elmebetegség, hogy csinálunk harmadik, meg negyedik, meg tizedik utat. A gyerekek, ez a Matrixnak az bedobott dolga, hogy rombol tovább, bonsz szét jobban, még, mert ha véletlenül, nagy Isten, tudatára ébred ott, esetleg az a Matrixnak egyik embere, aki éppen vezeti azt a területet, valamelyik most országot, akkor bedobunk gyorsan egy aknát, hogy az véletlenül gyorsan szétbombázom. Kérdezzétek meg a kedvenceiteket, hogy el tudják képzelni tovább az életét úgy mondja, hogy nem egy politikai klientúrának a részeként, hanem ő, mint aki bölcsességben, meg odaadásban ott van, és már rendelkezik tapasztalatokkal. Mert meggyőződésem, hogy nagyon sok rendelkezik. Meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon sok pontosan tudja, hogy mi van ma. A lakosság nem is érti. Ma egyként kéne megkérdezni mindenhol azt az elsőt. Tudod-e? Akarod-e így csinálni? Vállalod-e így? De, hogy nem lennél leppe, mert szerintem lenne olyan, aki akarja. De kell hozzá a háttér. De amikor egy birka tömeg áll veled szembe, akinek bedobnak egy hírt, és akkor még egy hírt, meg családi ilyen performance-ot teszik, és utána szét lehet osztani minden gyerekek, akkor miről beszélsz? Nem kell az, hogy senkit szeressél, meg sehol beállj, hogy ne vedd észre, hogy az egész egy színjáték. Hát nem kell az senkit se utána meg szeretni. Hát te miért nem tudod megtenni? Vagy valaki, aki nem tudom én, itt nagyon sokan nagyon-nagyon komoly dolgokat mondtak évek alatt. Miért nem tudtak bekerülni semmilyen műsorba, semmilyen tévébe? Miért nem ment oda az ember bemegy ebbe az oldali csatornába, meg abba is, meg a még nem született be, mindenhova. Miért nem engedik be sehova azokat? Mert nem a Matrix része, hanem a személye, a személy. Az, aki megtagja, az nyugodtan mehet, mert tudja, hogy akármit, akkor is minket szolgál, és a mi érdekeinket képviseli, maximum te nem veszed észre. És neki ez a lényege, hogy úgy beszélj, hogy most nagyon ne vegyék észre, de most lazul a Matrix. Tehát ez a világ, ezt lehet érezni, hogy tehát most világhatalmi részén van, vagy nagyon nagyok a konfliktusok, feszülnek egymással erők. És néznek, bedobják a térbe, bedobnak olyan országokba is, mint itt, tovább olyanokat, hogy legyen bonyolult a kép. Nem baj, melletted nem szétmérgezik az embereket, meg darálóba teszik. Nem baj, de itt be kell dobni egy családi performance színszóval egy bonyolítót. Nem. Tedd fel a kérdést, hogy te meg akarod-e így oldani azt? Muszáj-e neked ebbe lenni? És amíg neked folyamatosan arról beszélnek, hogy majd Kína, Brüsszelbe ott legyek,
addig nyugodt lehetsz abba, hogy semmi köze nincs a Mátrix lebontásához. Semmi köze nincs ahhoz, hogy a terület egyesülés. Mert Brüsszelben nem azon gondolkoznak, hogy lesz Kárpát-medence szövetsége. Nem ezen gondolkoznak. Azon gondolkoznak, hogy lehessen felosztani még jobban a nem túl bólogató dolgokat, és akkor bedobunk neki olyan dolgokat, amivel még tovább aknázom, még tovább lazítom, aztán nem csodálkozzam, meg még azt is tovább, meg még azt is, aztán majd elmész az X napra a kedvenceidhez, és akkor azt fogod látni, hogy ott már nem 10-20 lesz, hanem 100. Na, és akkor mivel vagy jobb? Ugyanannyi, mintha egy lenne. Pont ugyanannyi. Miért? Mert mind a rendszer része. Mindegyik. És tehát itt gondolkodni, hogy ez nem igaz, lehet mondani, hogy most, hát ez most hülyeség, itt mindent lehet mondani, de egyet nem tudsz mondani, hogy a te életeden észrevettél-e minőségi változást. Ha nem vagy abba a környezetben, nem vagy annak az udvarnak a udvartartásban, akkor nem veszed észre. Csak egy X-elős vagy, észrevetted-e. Vagy bemersz-e menni most úgy egy helyre, hogy biztos, hogy te a javaidat szolgálják, ha te ott vagy. Bemersz-e menni. Mert a koktéltúrában azért a Mátrix minden tagja részt vett, hogy azért áldomását adta. Ő nem akart részt venni, mert ő nem egy iszogatós, de ha te nem ennyiért, hát persze. Kérdezd már meg, légy szíves, hogy te miért nem koktélozol? És hogy te miért nem harsogsz a koktél, hogy legyen mindenki tiszta? Kérdezzél már rá, mert már nagyobbat is kérdezni, mint bólogatás, meg mosolygás, meg bájgónár vigyorban nézni be. Nézzél be, hogy figyelj, két kérdésem van, hol voltál akkor megszólalásban, amikor kellett volna. Második kérdés, el tudsz-e képzelni ott, hogy most már nem ennek a akkornak vagy a tagja, hanem egy teljesen magánember vagy, szintisztán a tudásod, az ambíciód, a szíved irányít az ügyeket. Tedd fel ezt a két kérdést, és ott fogod tudni, hogy van dolgod, vagy nincs. Nem kell senki gyalázni. Akkor se kell, ha nem kapsz jó választ, ami a fülednek is jó. De tudd a dolgod, mert nem ő fogja megváltoztatni az életét, hanem te fogod ott abban a pillanatban megváltoztatni. Tudod miért? Mert helyére kerültél. Az utadra fogsz kerülni. És akkor te nyugodtan mehetsz haza, mert meg fogod látni, hogy ezt mindenkinek átadod, és az végre belátja, mert ezt nem lehet megúszni. És ezért mondtam el nektek, beszélgessenek már a szimpatizánsok egymással. Ne azt, hogy az ilyen oldal, meg olyan oldal. Beszéld meg, hogy neked olyan az életed, olyan, neked olyan, a gyereked olyan. Igen, jó. Te jól bírod az árakat? Te jól bírod a rezsit? Te jól bírod ezt? Persze azt ígéri majd a másik, hogy leviszi. Könyörgöm, nem viheti le, mert a Mátrixot, aki irányítja, az nem érintett abban, valamit nem tudod lebeszélni. Lehet, oda teszed a kedvenced, megígéri neked a mókanapon, hogy majd le lesz vívve, ingyen lesz minden, de onnantól ezt mindjárt is felejtheted, mert a Mátrixban ilyen nincs. Neked mindennél fizetned kell, és az ő embere addig mehet el a falig. De a fal az azt jelenti, hogy nem adhat semmit. Hát ennyi. Nem kell rögtön ugrani mindenre. És emberek mennek, és tapsikolnak, és nem. És tudjátok, azért van az, hogy sokatok kérdezi, hogy lesz-e ebbe egyszer valami kiút. Igen. Egyéni. Minden egyéni. Csak egyéni. Mert nem tud másképp az emberiség ebből kijönni, csak ha egyéni szinten megérti, hogy nem lesz tovább marionett bábú. Hisz akire X-el, az is az, csak ő egy kisebb. De ő is az. Hát akkor legalább te a saját döntésed szerint hagyd abba. És itt hiába fogják neked mondani, hogy de akkor megoldják más. Nem lehet megoldani azt, hogy másképp. Meg lehet, de te is tudod jól, hogy akkor szintiszta az egész. Tedd föl a kérdést a kedvencednek. Ezeket. Tedd, hogy csak ebbe tudod elképzelni. De miért? Bemeri vállalni a választ, hogy hát mert bemeri? Az nagyon jól bemeri. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon ott vannak bizonyos emberekben a nagyon komoly felismerések. Lehet érezni. Akik eltöltöttek időt benne, akik látták a sűrűjét. De ahhoz, hogy bátrabban merjen tenni, ahhoz kín egy olyan
közönségkel, amelyik már nem fütyül, hanem abba biztatja, hogy azt az utat azékül is meg tudod tenni, mert mi vagyunk a többség. Tudod? És ez egy óriási különbség. Hát nem véletlen van útban az emberiség nagy része. Hát nem véletlen van útban. Gondolod, a helyi vezetőnek mondod, a francot. Hát annak egy jó partitúra a szavazgatás. Nem, hanem a Matrixnak, a kitalálóinak van útban, mert ha ez fölébred, ez a massza, akkor megoldódnak a dolgok. És nem biztos, hogy jó az neki. Nem biztos. De gondolkozzatok ezen el. Tudom, hogy sokszor az ember inkább ilyen szubjektív dolgokat szeret úgy megítélni, mert mit tudom, az ilyen, ezért befejezi. Nem ilyen oldal, nem olyan oldal. Te vagy az oldal. Egy oldal van, te vagy. Te vagy az oldal. A te döntésed az, hogy te tudod-e, hogy te nem jobb vagy, meg bal vagy, meg közép vagy, meg ilyen vagy, meg milyen színű vagy. Tehát te vagy. Nem születtél sehova. Nem anyakönyveztek téged sehova. Te döntötted el, hogy valamelyik oldalt életed végéig szolgálgatod. Te döntöd el azt is, hogy már nem. Érted? És amikor ez megszületik, akkor van az a pillanat, amikor közös akarattal azt mondjuk, hogy ki lehet jelölni az utat, és meg lehet szólítani az addig jártas, és már minden részét ismert kedvenceket, hogy tudod-e ezt képviselni, vagy akarod-e, és le kell arról szakadni. És nekem meggyőződésem, hogy képes lenne némelyik képviselni. Meggyőződésem. De abba nem tud mit lépni, amikor kinn a téren 10 fele oszlik meg az a tömeg is. Abba nem lehet mit lépni, az nem erő. Az nem erő. De azt számít, hogy mennyi a szimpatizánsod, azt számít, hogy milyen minőségi emberek állnak kint. Értsd meg. Hát 5 hót egybiteseket tele lehetsz. És ezt én most láttam a csoportokba beírva, gyerekek. Hát olyan szinten egybites a történet, és saját maga ellen ír olyan dolgokat, pedig az ő életére írom rá. Saját maga ellen ír. És én nem cikiztem senkit, és senkinek nem mondtam semmit. Csak bizonyos dolgokat mondtam, hogy szerinted ezt jobb lenne így csinálni? Troll vagy? Nem, gondolkodó voltam. De te nagyon nem gondolkodó vagy. És még jobban megsértődik. És beírtam egyet, és mondtam, hogy na, annyi időt adok, hogy elolvasd, már annyi időt, hogy átgondold, nem megint kitörlöm. És kitöröltem. Érted a lényeget? Annyi időt adtam, ameddig elolvassa. De annyi időt már nem hagytam benn, hogy még gondolja is át, mert azt neki nem sok esélye van. Kitöröltem. De egyszer legyen a fejébe egy, hogy láttam egy mondatot, láttam egy ő még azt hiszi, hogy frosztizod az ilyenek. De egyszer ott van, mert egyszer mindenkinek az életében bejön egy villanás, hogy ezt egy hülye írta nekem, te várjál már, te lehet, hogy igaza volt. Ki volt az? Nem is emlékszem, de volt egy ilyen. És puf, mint egy áramütés, és tudod? És én nem kívánok ott éket verni, nem kívánok trollkodni, meg én nem vagyok ehhez. Én eleve megvetem az ilyeneket, akik trollkodnak. Megvetem, mert nincs erre szükség. Most semmit nem visz, mert hisz mindenkit kikezdünk, mindenkit kirőgünk, mindenkit konteósnak hívunk, közben a legnagyobb baromságra írja, hogy konteós, közben az ő nyomorgó életét nem veszi észre. Mert amire ő beír meg, hogy miket mondanak, meg hű, nem tetszik, meg csikos az ég, milyen hülyék, nem veszi észre, hogy az ő feje felett is csikos, és biztos, hogy nem a manna hullik rá. De ez az ő dolguk. Nem tudsz mit csinálni. Nem tudsz mit csinálni. Ettől még neked megvan a te utad, megvan a feladatod, és ezt a feladatot kőkeményen neked kell megtenni. Nincs, aki fogja a kezed, nincs, aki visz az úton, nem. Neked kell a saját életedre számot vetned, hogy amit megtörtént, és ahogy megtörtént, és ami abból még várhatóan meg tud történni, jó-e az neked? Vagy jó ez a szána, most fogják a kezedet, és mint egy ilyen szellemi sérültet hurcolnak ki 4 évenként, hogy gyere, mutasd meg magad a napon. Jó? Ennyi. Itt lehet országos turnékat hirdetni, hogy itt beszélek, meg ott beszélek, meg itt anyázok, meg ott anyázok. Nem kell semmit csinálni. Egy kérdést föl kell tenni, de azt nagyon gyorsan tegyétek föl. Tudsz-e pártpolitika nélkül
el tudod-e azokat mondani, meg, tehát azok akkor is igazak lesznek, ha nem pártba vagy frakcióba gondolkozó, vagy valami történetbe, hanem te, mint XY jót mondasz, de ez a jó túl tud-e mutatni azon, hogy pártfegyelem, meg majd megbeszélem a mit tudom még kikkel. Ha azt mondja, hogy igen, és tud, azt jegyezd meg azt a szemét. Az már nagyon nagy dolog. Meggyőződésem, hogy van ilyen. Meggyőződ, nem is egy. Van ilyen. De tudod, ki tudja kihozni belőle? Te, aki kérdezel. Mert benne valahol ott van, hisz azt az iskolát járja, hisz abban a rendszerben van benne, a Matrix rendszere. Akkor aki bemegy egyszer a parlamentbe, az a Matrixnak az építménye. Azt fogadd, de nézelődjél, meg fotózkodjál előtte, meg díszelegjél, meg azt mondasz, amit akarsz, de az a Matrixnak az elleme. Azt tetszik, ha nem, az ott van. Ha azt mondja, hogy nem azért akar egy ügyet, hogy ott ülhessen, vagy ott föl lehessen venni X pénzt, meg ki lehessen menni mindenféle dolgokkal, meg életem végig be van biztosítva, hogyha alkalmatlan vagyok is, de eltöltöttem X évet, akkor is életem végig kapom a járandóságot. Ezt fölteszed ezt a kérdést, és erre jó válaszokat kapsz. Az nagyon fontos dolog. Abban a pillanatban jó ember áll előtted. Na, onnantól jön az megint, hogy minél többen ezt értik, annál nagyobb erősítés annak, aki veled szemben áll. Nem az a lényeg, hogy te pár ember mit gondol. A többségnek kell megérteni. Te látsz erre ma, ebben a pillanatban, amikor egy performance, egy családi performance-nak tűnő dolga meg lehet hűíteni az embereket, te látsz ma erre esélyt? Tudjátok, majd ez a kültéből ez a probléma, az úgy televeri ezt az egészet, csak az a gond, hogy nagyon-nagyon sokan rá fognak a kocsászni. Mert azt se tudják, hogy mi jön, azt se tudják, hogy ki jön, azt se tudják, hogy mi történik vele, közben pedig, ha tudná, érte is jön. És ővel is nagy komoly változás az. És ez el van a családi performansza. El van, hogy majd hogy megyünk ide, meg megyünk oda, és majd különböző showműsort csinálunk be, meg kiragadunk elemeket, meg ízéket. És észre se veszi valaki azt, hogy kirakadsz esetleg egy-két percet, vagy egy fél órát egy beszélgetésben, és akkor ugyanazt hallod vissza. Normálisak az emberek szerinted, amikor ezt nem hallják. Én nem azt mondom, hogy itt hazudnak. Én nem azt mondom, hogy igazat mondanak. Én azt mondom, hogy a Matrixban nem lehet azt csinálni, amit az emberek sokan ebből hisznek. Lehet kibeszélni, de nem lehet úgy tenni. Egy szint után nem működhet, mert van annak egy menete. Ezért kell megkérdezned, ezért kell azt mondanod, és ezért kell elgondolkodnod azon, hogy tudsz-e föltenni ilyen kérdést, fölmered-e tenni. Nem erős kérdést, hanem saját életedben, a saját gyereked érdekében kell föltegyed. Tedd föl, és ezzel nem ítélkezel, ezzel nem címkézel, ezzel te egyértelműen jelét adod annak, hogy minden fölfogod őt, minden szinten olyan helyzetbe fogod hozni, hogy te ott leszel mellette, mert azok a mondatok, ha elhangzónak, és ha ráutaló magadás meg is történik, azok az emberek megérdemlik, hogy mindig ott legyenek mögötte, azok, akiért beszél. Jelenleg ma, ha hiszi, ha nem, akármilyen ilyen párt funkcionárus, azok az emberek is csereszabatosok, akikről azt hiszi, hogy vele vannak. Mert holnap egy jobb ajánlat, és átmegy oda. Holnap hallottam azt, ezt, és már ki is ábrándul. Mert nem tisztán beszélünk, mert ez csak tisztán lehet. Tudsz-e olyan úgy lenni, akarsz-e úgy lenni, vagy csak így tudod ebbe a keretbe elképzelni. Nem baj, ha azt mondja, hogy így, de akkor legalább tudd a dolgot. Tudd, hogy állsz tovább. És ha ezt megérted, akkor mindent megértettél. Fogadd el, hogy egyedül rajtad áll a döntés. És a döntés mindig a te kezedbe lesz akkor. Most pedig a döntést egy mozdulattal X-be átadod másnak. És azt nézed, és hogy mi van itt, meg hogy bekerülnek ilyen intézmények, meg ide nem való cégek, meg kifejezetten, ami az emberisége nem igazán jó viszonyban, olyan intézmények ide kerülnek. Hát miért?
azok nem éjjel rakták be azokat az épületeket, nem belopták. Azok benn vannak kívülre, nem kell, nem mondanak semmit, mert el vagy azzal, hogy látod és tapsolhatsz. De amikor kérdezel, akkor ott válaszolni kell. És érteni kell a választ. Ezt érteni. De ez magad képez föl. Magad. Én végén csak azt tudom mondani, hogy csak azt szeretném mondani, nem, én, ez mindenki maga döntse el, hogy egyszer a szimpatizások egymással beszéljenek. Képzeld el, ha ez mind megtörténne. Nem valakiről, egymásról. Egymás kérdezétek. A saját életetekről. És rá fogtok jönni, hogy mindenkinek ugyanaz az élete. Csak te ilyen voltál, meg olyan voltál. És akkor lekerül rólatok egy iszonyatosan kemény dolog, hogy utálkozol, címkézgetsz. És akkor jössz rá a Matrix igazi lényegére, hogy tök mindegy hol vagy, mindenhol föl vagy használva. Ugyanúgy föl vagy használva, mint akiket tapsolsz, meg putyulsz. Na, ebből jöjjél rá egyszer, hogy ez nem a te utad. Nem bonyolult ez, ugye? Nem bonyolult. Nem bonyolult. És ezért mondom azt, hogy akkor fölmerült ma bennem, hogy mikor néztem ezeket a ilyen, mindenhol be vannak dobva, akármi videót megnézem, már rögtön a házaspár van benne. Figyelj, annyira beleteszik a tudatba, annyira a tudat alattiba játsszák be, hogy még akit nem érdekel, az is ott van, hogy ha megjegyzed. Ez a lényeg, hogy először jegyezd meg. Nem figyelsz még a szövegére, de annyiszor lát, hogy egyszer csak kezdett figyelni. És tudod, az emberben benne van, miután nem éppen nagyon magas gondolkodás jellemző a többségre, nem egy magas tudatszintűek, hogy amit nagyon sokszor mondanak, az neki még hiteles is. Meg ahogy mondják, meg úgy kell előadni, hogy inkább egy családi dolgokban. Úgy kell előadni, hogy jobban fogyasztható legyen neki. De igazából, amikor fejlemények vannak, akkor már látja, hogy mit, akkor már hallja azt is, de az nem, mert ő bele vagy bele van a sajnálatba, vagy a felháborodásába. Attól függ, melyik érdekelt tetszik neki jobban, melyik gombot tudták hatékonyabban megnyomni rajta. És amikor ott benne van, akkor már nem veszi észre. De amikor kimondja az érdekelt, hogy hát én már pártot alakítok, meg új irány, meg harmadik, meg tizedik, meg századik irány vagyok, nem csenged benned semmi, hogy hát ez mi ez, ha tovább aprózása annak is, ami így is nagyon szilánkban van. Az gyakorlatilag szilánkban van a lakosság, szinte szilánkosra van. Most porrázúzzon, mert még jobban aprózom. Válasszatok ki akkor olyanokat, és kérdezzétek meg tőle azok a kedvenceiteket, akik ott vannak az elsőbe. Tudod-e így képviselni? Hisz elméletek mindegyik arról beszél, hogy érted van. Mindegyik neked akarja, minden nemzetről beszél, mindenki az, hogy érted vagyunk. Na most az érted szólaljon már meg. Na figyelj ide, kérdezzek tőled. És nyugodtan kell kérdezni. Nem kell anyázni, és soha kérdezd ezt meg, hogy ha nem lenne ennek a pártnak tagja, és nem ilyen formációban, akkor is ezt teszed? Akkor vállalod, hogy nem így. Mert abban a pillanatban megszűnik az a pillanat, ami bizony, mert ugye azért azt is vedd alapul, és ezt gondolkozok, hogy igazából lehet, hogy jót mond valaki, de nem érintett abba a szimpatizás abba a csoportba, de nem hallja, mert érdekli, ha jót, érte is jót mond valaki, mert ő abba a csoporthoz tartozik. Érted? De azt fogja mondani, az az érintett, hogy elhagyja ezt, befejezi ezt. Akkor abban a pillanatban a másik is oda fog figyelni, hogy várjál, ő már nem valami társaságért beszél, meg valami szalon beszédez, meg valami pozícióért, meg ki akarok jutni már Brüsszel minden székét betöltsem, beugráljam magam, meg mindenhol ott legyek, ilyen nagykövet legyek, meg olyan nagykövet, békekövet vagyok. Abban a pillanatban mindenkinek érdekes lesz az, mert ha olyat beszél, ami a területen élődnek, napon húsba vágó dolga, akkor elfelejtődik egy pillanatra az, hogy ki az, hát ki ez. És ő már nem basz fog képsen, nem? Tudom, hogy ez egy nehéz, mert itt újabb bizalmi csomagot fogsz átadni, hogy tudsz megbízni benne, meg lehet-e. Na de hát ezért kell kérdezni.
Ezért vannak azok a bizonyos éveid, amelyiknek már meg kellett volna alapozza az, hogy te tudjad, hogy kit kérdezzel meg. Hiszen biztos tudom, hogy vannak olyanok, akik képesek lennének vezetni, illetve irányítani ezt az egész területet, mert van hozzá már rálátása, tapasztalata, megvan a kapcsolata. Ma kapcsolati tőke nélkül, higgyetek el, hogy eszement beszéd beleszaladni ember. Kapcsolati tőke, ismeret, és egy picit, ha tetszik, ha nem, önbeismerése annak, hogy egy iszonyatos becsapásba élt. Igaz, hogy haszonélvezője volt. Igaz, hogy megkapott minden földi mannát. Igaz, hogy mindenkire rá van írva minden. De hát az, ami rá van írva, az leírható. De az ő tapasztalatuk, az ő rutinjuk, azt nem lehet pótolni gyors talpalón, gyerekek. Azt nem lehet. Ha vannak ilyenek, kérdezzétek már meg tőle. A szimpatizás kérdezze meg. Én nem megyek ez egyikhez se, de kérdezze meg, mert vannak ilyenek, de ne bálványozzunk, meg fújozzunk, meg kérdezzünk. Az nálam nem kérdés, hogy mindent vissza kell adni a területre. Mindent. Itt lehet mondani, hogy de hát nem fogja... Az, hogy módszerek voltak kialakítva, hogy lehet megoldani, hogy ki lehessen venni, ugyanúgy van módszer arra, hogy egy mozdulattal vissza lehet tenni. Nem kell büntetni, nem kell semmit csinálni, nem kell anyázni, vissza kell tenni. És akkor az meg van oldva. És ezt egy terület szinten kell megoldani. Amikor valakivel fölmerül az a kérdés, de soha nem jönnek rá az emberek arra, hogy ez miért lenne marha fontos az egész Kárpát-pedencére. Hát az az üzenetem, hogy akkor ő nem érti az idő szavát. Az idő az pedig azt mutatja, hogy vissza kell álljon a terület az eredeti állapotára. Már csak azért is, mert hamarosan olyan dolgok fognak ide érkezni, jönni a külső térből, ahol azt az állapotot vissza is akarják állítani, de baromira nem mindegy, hogy hozottból, vagy az itt lévő lett már hajlandó visszaállítani, mert annak egy óriási segítsége lesz akkor. De hát ezt... És megint ott vagyunk, megint a szokott kérdés, lehet-e múlt történelmed nélkül megérteni az eseményeket? Valaki mondja, hogy igen. Így is zajlik, nézzétek meg, már több ezer éve. Sehogy nem lehet. Nem tud semmit. Mert mindent szisztematikusan el van téve. Mindenhol egy picit arrébb tudná csúszni, hogy még egy kicsit idősebb, még idősebb. Az a baj, hogy úgy vannak az emberek már beállva, hogy már nem is érdekli, hogy mi az igazság. Vagy a lényeg, hogy ő aznap ne legyen több baja, vagy jól járjon. Ez a kettő véglet megy. Vagy több baja ne legyen, vagy jól járjon, ahogy szokott. Na most ez a dolog, ez így nem nagyon fog menni. Ez nem nagyon fog menni. Az igazság az utat fog találni, ha más nem, nagyon rövid időn belül mindenki szeme előtt. Csak nem mindegy, hogy veszel ebbe részt. Hogy kárvallottként megdöbbenve, vagy pedig részesülhetsz abban, hogy a felismerésed meghozta azt, hogy a következő időszaknak te egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly valaki lehetsz. És nem drangba, életvitelbe, vagy minőségileg. És akkor meg kell fejezni azt, hogy hova emelkedünk. Hova emelkedsz? Ha videót felemelkedsz, ha fel akarsz, de nem emelkedni kéne már, gondolkodni. Mindenhol állandóan erről beszélek. Folyamatosan ezt nyomom, hogy ne azon agyaljál már, hogy mi voltál, ki leszel, mert ezt untalan elmondom, amikor a napi kihívást, a napi témát nem értjük meg. De azon gondolkozok, hogy ki voltam, és nézem a performance házas párnak, hogy éppen hogy van a Izaura sorozat története. De azon vagyok, hogy én ki voltam előtte. Tök mindegy, ki voltál. Most performance néző vagy, ilyen Izaura sorozat kedvelő vagy. Adományozzunk is, jó? Gyűjtsünk nekik. Hát azok a szlogenek, amiket mondanak, ezeket hallom több évtizede. És szerinted az úgy is lesz? Milyen nagy
nagy várakozás volt itt még annak ide 89-ben. Ma mi látsz belőle, hogy minden magánkézben van? És nem a magánkéz az elsősorban. Te jobb lett az életed? Megváltozott az életed? Vagy úgy lett magánkézben, hogy elvesztetted a melódat, elvesztetted a megélhetésedet? Ha? Mert annak az a magánkéz, az úgy lett magánkéz, hogy az tartozik egy másik magánkézhez, az tartozik egy másik magánkézhez, az meg tartozik egy rendszerhez, amit a Matrixnak szívsz. És az rohadtul nem érintett abban, hogy te egyéni életedet hogy fogod élteni. Nem ez a lényege. Nagyon sokan beszélnek a Matrixról, és ennek örülök, mert ha már beszél róla, az azt jelenti, hogy érzi, hogy van valami, ami sokkal inkább túlmutat azon, mint hogy hát az a valami fikció. Nem, az a te életed. Az egész élet. De ez a sajátom, is azt merem mondani, hogy egy Matrix, mert erről kell beszélni. És amikor beírok egy olyan csoportba, akkor látom, hogy igazából én a Matrixot próbálom megkaparni, de a csoport rögtön visszapattint, hogy ne, mert te nem érted a világot, mert most mit, most te troll vagy, tudod? Kőkeményen védi. Pedig ő soha nem fogja megvédeni a Matrix. Ebben biztos lehetsz. Tudod miért? Mert nem ez a lényeg. De hát ez megy egy másik fejezet. Úgyhogy ezt szerettem volna, ez most nem, tényleg nem is akarom, hogy hosszabb legyen, mert nem az a téma, amit én kedvelek, de szeretném ezt úgy lezárni, hogy hagyjuk abba a gyűlölködés utálkozást, szimpatizások, kezdjetek el beszélgetni. Baromi nehéz lesz, nehezebb lesz, mint gyűlölködni, meg tapsilni. Ez sokkal, nagyon, nagyon. Hogy ez mennyire nehéz, volt egy főpróba az elmúlt 3 év. Koktélzsúr, egyetértés volt benne? Koktélzsúr. Most játsszuk el a következő részt. Na most nézd meg a következőt. Hát, hogy élszed? És az mindenkinek van valakie, vagy egy idős családtagja, vagy gyereke, vagy unokája. És meg tudja értetni egymást az ember, ha megnézik egymásnak az életvitelét. Vagy esetleg neked a hiteledet könnyű fizetni? Vagy te meg tudod mindig úgy oldani? Azért mondom, itt vedd ki az érintett kört, meg a holdudvart, azt ne arról beszélj. Magáról a leglényegesebbről, a szimpatizásról, mert az nem része annak. Az csak használva van arra, hogy ő fenntarthatja a holdudvarát, meg az életszínvonalát. Ha most a szimpatizást kell kérni, és az megvan, na, ez egy óriási kihívás. Ha ilyen kommunikáció elindulna, ilyen párbeszéd, ahol eleve kizáró elem a szidás, eleve nem mutogatunk, eleve nem címkézgetünk, hogy de az ő miatta, meg az annál volt rosszabb, meg ennél jobb, meg ennél rosszabb, annál volt jobb, hanem az egymás életét nézzük. És ha megnézed azt, hogy az a hitel, amit fölvesz, az mennyire beláthatóan biztonsággal van, akkor, amikor eleve bontódnak le munkahelyek. De, hát eleve. Na most, ha lebontódnak munkahelyek, akkor amiközben elveszted a munkahelyedet, valaki kompenzálja a hitelt, hogy akkor abból is engedjünk el. Vagy ha éppen bemámorosodott az elmúlt évek alatt valaki, és úgy döntött, hogy szia, elköszöntem, megyek a mulatóba tovább, és elcsekkol innen. Akkor a helyet, megüresedett helyére kap kedvezményt, vagy valamit, elengedünk megint egy kicsit abból. Vagy pedig, ha valami szeretné valahova eljutni, szeretné valamit bevállalkozni, kapsz hozzá olyat, ami beláthatódjon belül, még te is tudsz csinálni? Mert én azt látom, és ebbe gondolkozzon el minden szimpatizáns. Bemész a városodba. A városodba hemzseg a lehetőség, hogy hova menj el melózni. Hemzseg. És tök mindegy, hogy ki lesz most, vagy ki van, meg ki jön. És meg, nem az irányít, aki van. A Matrix irányítja azt, akit te látsz. Érted? Ez nem az az érdeke.
ő addig van a helyén, ameddig ezt a dolgot valamilyen szinten kezeli. Az, hogy szemfényvesztést játszhat veled, az a habitusától függ. Te meg a naivitásodtól. De te a bevárosodban, a városodban, vagy a környezetedben, a családod, a barátod között azt látod, hogy mehetnek mellózni orba szájba mindenhova? Vagy csak azt látod, hogy alkalmira mehetnek, ide-oda, na bemehetsz ide mellózni egy kicsit, na mehetsz oda is mellózni egy kicsit, akkor hadd tesz fel azt a következő egyszerű kérdést. Ha az az illető mondjuk olyan korosztálya, 30-40, végig gondolja az, akit hód be van kötve, már be van töltve programokkal, hogy mi lesz 30 év múlva. De némékre ránézzel, azt se hiszi, mert hogy ő már 10 évvel meg tudom tőle kérdezni. Mert már így néz rád. Végig gondolja? Érted? Mindenkinek van baráti köre, családja, ismeretsége. Azt hallja mindenki ott melózik, annyi meló van, meg minden. Emlékeztek vissza, még annak idején, még a 90 előtt. Még volt az, hogy közveszélyes munkakerülés. Most már az lesz, hogy közveszélyes munkanélküliség lesz. Közveszélyes munkanélküliség. És tudom azt mondja, hogy ha aki akar tudni, mert melózni. Hát persze. Hát jó, de mik a feltételek? Mik a feltételek? Azért attól, hogy az ember van, attól még látja azt, hogyha nem esetleg nem érintett abban a történetben már, de azért hallom, meg tapasztalom, meg elmondjátok. De azért nem biztos, hogy és kicsiszoltad magad különböző iskolákkal, meg képezted magad mindenre, amit a Matrixba csillogtattak neked 10-20 éve, hogy legyél ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg vagy mit tudom, egy mestere vagy valami dolognak, kézműves vagy, de meg tudod oldani, hogy ne csimpaszkodjon rád a Matrix poli karja, hogy az utolsó pénzet is leszedi valami adónembe, vagy valamibe, elhúzza rólad? Meg tudod oldani? Vagy kapsz olyan kedvezményt, amit tudom én fiatal vagy és kezdő vagy, hogy azt mondja a Matrix rád, és mindig azért, hogy jegyezd meg ezt, és nem azért, mert nekem ez jut eszembe, mert az egész olyan, mint egy polip. Hogy figyelj, kezdő vagy, mi a válasz, oké, 10 évig semmi adó nincsen, semmi. Hogy erősödj meg, hisz, ha megerősödsz, hát annak a társadalomnak egy óriási segítség leszel. 10 év alatt pedig mindenkiből kiderül, hogy csak lelkesedése van, de kitartása, tehetsége nincs. De aznek nem kell 10 év. Én meg ma azt látom, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges, akit tudtam, hogy tehetséges volt, már bezárt üzletek vannak. Ezt látom. És nekem nem mondja senki, hogy azok az itt lévők, azok, akik itt ezen a területen laktak, hogy azok mind ma tehetségtelenek, hát nincs meg hozzá már az ő támogatásuk. Én szeretném megkérdezni, hogy ha valaki jön kintről, és nem azért, mert én utálom őt, az mitől kap több kiváltságot, mint aki itt, ide gyökerezik. Érted? Annak mitől adok aranykártyát, meg arany, mit tudom én, mi ez, vízumot, aranyból. Aranyvízum. Hát nem annak kéne csillogni, aki ide tartozik? És nem kell utálni. Tehát ez egy másik, amit meg kell szokni, hogy ne utáld azzal a másikat, mert őt ide csalták, hanem azon gondolkozz el, hogy neked ezt miért nem adja meg az ott lévő dolog. És látod, hogy megint szembe fogsz találkozni azzal az egyszerű kérdéssel, hogy beszélgessenek a szimpatizások egymással. Oda becsábította az aktuális éppen a valahonnan, és ad neki extra kedvezményt. Lásd, vállalkozások hány adómentes volt, aztán cserélt nevet, és megint 5 év vagy 10 év adómentes. És ha meg már nagyon nem tud mit csinálni, akkor megsértődve elvonul. De aztán visszajön, mert a Matrixban úgy működik, hogy annak van egy fő irányítása, vissza kell hozni. Aztán kussolás van, és vissza fog jönni. Nézzétek meg, hány lakberendezési áruház, meg mit tudom én, mi, hány nevet váltott. Ugyanaz az egész. Ugyanaz. Csak ott is kicserélték, meg ott is, de ugyanahoz a egy készhez tartozik. Hát akkor hogy van ez? Akkor hogy van ez?
Hány ilyen van? Hány ilyen van? És akkor azért mondom nektek, hogy ezt a 30 éves korosztályt, amíg befejezte a sulikat, meg minden. Hát mindenki nem lehet aktatáskás gyerek. Hát mindenki nem lehet öltönyös nyakkendő nélküli lakcipős. Hát mindenki nem lehet az. Mindenki nem lehet menedzser, meg intéző, meg mit tudom én mi. Meg mindenki nem szolgálhat, nem lehet el mindenki behajtó cégre, meg mit tudom én minek. Érted? Hát valakiből be kell hajtani. Na de az hova megy? Tehát tedd föl a kérdést magadban, csak 90-ig menj, az belátható, az nem olyan marra hosszú, az még kezelhető idő is. 25 évet azért be lehet látni, na, akármilyen hülye is vagyok, belátok, nem? Azt mondom, olyan hülye vagyok, de 25 évet rá még emlékszem is. Akkor az közveszélyes munkakerülés volt még annak idején. Most meg közveszélyes munkanélküliség van. Persze lehet mondani, hogy van meló. Na de hogy? Milyen? Az, hogy semmi jövőbeni dolog nem lesz abból neked, abban biztos. Hát nyugdíjat, hogy abból nem fog származni, az majdnem biztos, mert aki azt mondja, hogy van meló, ezt igaz. Van. Menj be a munkahadóhoz. Nézd meg, hogy milyen meló, kettő, meg mik a feltételek. Itt jön azért egy nagyon komoly probléma. Jön egy nagyon komoly probléma, amivel nem nagyon szeretnek beszélni az itt élők. Hogy mit a megváltozott a teljes környezet, meg maga az egész világ, piaci világ, üzleti világ is megváltozott, egyre jobban bejött kelet irányból ez a történet. A kelet irányból történetnek viszont van egy hozama, amit nagyon sokan nem is értenek. Mégpedig az, hogy bizonyos dolgokat oké, hogy olcsóbban tud adni, mert ugye azért megy be az itt lévő is oda, egy ilyen pici viteshez, mert olcsó. Igen, ám, de te elmész oda. Akkor az ő kondíciójának kell megfelelni, mert különben nem kell lesz neki. Mert ő hozzá van szokva, hogy ő egy tányér rizsből is jó van. De kérdezem tőletek, hogy azok, akik kiszorultak, elvesztették a melójukat, elvesztették az üzleteiket. Mert nem azért, mert ez volt a dilie, hogy ő most bezárja a boltot, meg kirúgja magát, kirúgatja magát. Azokkal ma mi van? Na, őt hívom közveszélyes munkanélkülinek. Ezekre ma mi lesz? Erre vajon van-e védőháló valamelyik aktuális pártkedvencednek? Van-e? Mert én ezt értem, hogy lehet beszélni, de azért, ha az utcán mész, annak az üzleteknek a... Én merem állítani, hogy most már több, mint a háromnegyede idegen érdekeltségű, ahol ha tetszik, ha nem már az diktál, aki befektetett oda. Ameddig te voltál a befektetés, volt egy üzleted, addig te hozhattál rá dolgokat. De amikor már nem te diktálod, akkor te hiába mész oda be, hogy de én ide való vagyok, megváltozott a viszony. Kérdés. Nem baj, ha ő bejött. De azokat a kedvezményeket, amit ő bel ide lett hozva, vagy itt talál örömet, azt vajon nem lehetne gyorsan megvalósítani, hogy az itt lévő tudja folytatni? Én ezt több évtizede látom a kereskedelmet, tehát nekem valaki azt mondja, hogy ő tudja, én meghallgatom. De miután több évtizedet látok ebbe, én csak azt látom, hogy tök más volt 5 éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve, 40 éve. Ma elkezdve vállalkozni itteni energiával, erővel, és van hozzá kedved, van hozzá rátermettséged, van hozzá habitusod, és kreatív is vagy. Tehát nagyon jó hozz kitalálni valamit. Van-e hozzá környezet is? Mert ez, ami nincs. Ez, ami nincs. És nyugodtan menj be egy, ha melyik városba vagy településen élsz,
és csak kicsit szemlélődjél, hogy mennyien vannak az utcán. Esetleg kevesebben fogsz találkozni, mint az előtt 5 éve, vagy 10 éve, akkor nem a szemed lett rossz. Nem esetleg el kellene gondolkodni, hogy ha már nem voltunk túl megfontoltak az elmúlt 3-4 évben, és mindenkit biztattunk duhajkodásra, akkor aki egy kicsit józan életű, az most hogyan tovább? Mert én azt látom, hogy üresek. Tehát a kinti az itt van, és ne tévesszen össze senkit az, hogy ne azt nézd, hogy mennyi ember megy, hanem mennyi, ami ide való. Na most azt viszont meg már nagyon hamar le tudod szűrni, ha bemész. Tehát amikor te neked van egy lehetőséged, hogy te életerős vagy, és szeretnél dolgozni, ha tetszik, ha nem, itt a Kárpát-medencében, szóval te neked a gyökereid vannak. Te már egy olyan dologra fogsz érkezni, ahol egy teljesen más kultúra fogja elmondani, hogy te hogyan fogod csinálni. És szerintem ez életveszélyesen rossz döntés volt. Mert nem az a baj, ha bejön, az a baj, ha nincs útja, nincs tovább annak, aki van. Már pedig azt is meg kellett volna határozni, hogy aki itt van, annak megmaradjanak a lehetőségei. És átmenetéről, amíg nincs meg, akkor adjak neki egy forzalmasan nagyon fontos támogatást. Nem kedvezményeket kell, mert ő itt él. És itt jelenik meg, betyárul az, hogy hol vannak a fullosok, hol vannak az oligarcha fullosok, akik azt mondják, hogy na, ők azért vannak. Itt betyárul megjelenik. Én ezért is mondtam azt, hogy én nem láttam utóbbi időben erre jeleket. És biztos, hogy vannak. De transzparensen, akik kim vannak, azok ne csak abban legyenek transzparensek, hogy érted, én tapsi fül vagyok, és akkor én nekem mennyi izén van, hanem transzparensen mutassa meg, hogy nincs hajléktalan, nincs olyan család, itteni család, amelyik elvesztette az elmúlt 3-4 gyönyörűségébe az egyik vagy másik tagját, és nem hagytuk egyedül, mert elvére a mi ráutaló magatartásunk is, hogy legyél fogyasztója mindennek, vastagon benne volt ebbe az helyzetbe, aminek még várva valószínűsíthetően elkerülhetetlen beismerése, hogy hiba volt, hogy nem figyeltünk minden információra kellően, és igenis, ezt, ha tetszik, ha nem, ezt a politika nem tudja megúszni. Hogy ezt ne vegyem komolyan ezt az ügyet, hogy igenis támogatnia kell most a magára maradtakat, azok, akik már kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mert fogyott a létszám például a családból. Ezt nem lehet megúszni, gyerek. És ne tapsoljál, addig még ezt a kérdést nem teszed föl. Tehát a második kérdésed, vagy a harmadik, az kell legyen, hogy tudsz-e felelősséget vállalni az elmúlt évekért. Nem lehet azt mondani, hogy de nem én voltam, de az se voltál, aki beszélt érte. Tehát kénytelen vagy megszólalni. Tudsz-e felelősséget vállalni? Akkor azokért. Hisz elvégre abban a pozícióban vagy, politika vagy, frakció vagy, párt vagy, különböző felekezet vagy, válasz a felelősséget azért az időért, ami lehet, hogy nem te voltál, sőt, de muszáj. Muszáj azokért, akik hittek benned, azokért, akik már nincsenek, azokért, akik enyhén szóval is hiszékenyek voltak. Nem lehet megúszni. Ezeket már nem lehet megúszni. Tehát addig itt lehet szépelegni, itt lehet mindent ígérgetni, lehet dobni a csillámokat, hogy ez majd, ha mi leszünk, ezeket meg kell mondani, ezeket a mondatokat, hogy szembe kell állni, és azt kell mondani, hogy mindent el fogok követni, hogy hasonló naivságot, ha hívjuk naivságnak, de mindent el fog követni, hogy
helyére kerüljenek a dolgok, és pótoljuk a hiányzó dolgokat. Pótoljuk. És talpra állítsuk azt, aki velünk van. Tudod? Ezeket el kell mondani. És nem jövőből beszélünk, mert jelenleg a mostról nem beszélünk. Most sok embernek, sok családnak jelenleg most ez a problémája. Sok az van, aki a hitel emészt. És nem végrehajtó leveleket kéne küldözgetni a különböző végrehajtó irodába, hanem szólni kéne az illetékeseknek, akik nagyon-nagyon el vannak látva, és büszkén mondják, hogy hány nullával gazdagodtak, hogy akkor te abba végrehajtóba nézzél be, és van-e olyan, amelyiknek intéznék, és akkor azt intézzed. Mert ő attól nem lesz szegényebb, de erkölcsileg nagyságrenddel fog géniusszá lehet válni. De így, gyerekek. Tehát ezért mondom, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mennyire van, azzal foglalkoz, hogy mit tesz. Ne az, hogy mennyire van, mert között se lesz hozzá soha, de a te állapotodban viszont van között, hogy nagyon-nagyon sokan voltak azok, akik biztattak dolgokra, sőt, vagy legalább nem szólalt meg. De a nem megszólalás is biztatás sokszor. Most van a számonkérés ideje. Tehát fölketted ezt a kérdést is. Mi a véleményed arról az időszakról, és kiállsz arra, hogy rendbe kell kerüljön? Vállalod-e? Felelősséget vállalsz-e érte? Hogy rendbe fogod hozni? Hát ha habitus van, akkor igazság is kell legyen. Na pedig ezt nem úszható meg. Tudjátok? Igen, ez egy kicsit nehezebb kérdés lesz. Tehát van bőven kérdés ebben. És én nekem meggyőződésem, hogy elkerülhetetlen a szimpatizási kör egymásról beszélgetése. És ez azoknak is jó, aki kérő szimpatizás volt. Mert egy sokkal egységesebb, sokkal összeforrottabb tömeg fog megjelenni, aki érti az idő szavát, és csak olyan dolgokat fog elfogadni, amik nem a Matrixnak a szándékai szerint megy, hanem a területen élőknek az életére is sokat figyel. Ennél szerintem nincs nagyobb kihívás ma. És ez a legnagyobb kihívás. Tudod? Azért mondtam, ne valakiért kell összejönni akkor, egymásért. És ezért is mondom azt, kapcsolod ki a telefont. Legyél csöndbe egy-két percet. Elmondom, hogy miről. Semmiről. Az életedről egy-két percre elmélkedd át. És rá fogsz jönni, hogy jönnek a kérdések. És amikor ez összefog, mindenki ugyanazt fogja. És ez baromi nehéz kihívás lesz. Nagy feladat összehozni az összeugrasztottakat. Mert ezeket összeugrasztották, ezek sok szerencsétlen. Összeugrasztották. Ezt összehozod, akkor vagy nagyon nemes célpont, nagyon magas küldetésbe, amikor ezt tudod összehozni, egyesíted. Nem gyűlöletre, nem tapsikolásra, hanem az életére. Összehangolod. És akkor azt mondod akármelyiknek. És most is mondom, ebben a videóban már legalább 10-szer. Van, nem egy, aki alkalmas rá. És van nem egy, akinek van tapasztalata, bölcsessége is már megvan hozzá. És a kapcsolata, és a kapcsolata a legnagyobb tőke ma, ami kín a nemzetközi térben van. Az a legnagyobb tőke. Azt nem tudod viverelni, nem tudod felülmúlni. Rendkívül fontos. Ha ezt kapsz egy olyan embert, aki megértette az elmúlt évtizedeket, és vannak a tapasztalataiból azt fogja mondani, hogy odaállok minden eddigi nélkül veletek, akkor van óriási sansz arra, hogy na most van az a pillanat. Addig gyűjtés van csak. Performance eljárás, meg fotózkodás, meg szelfizgetés, meg időtöltés, meg. De igazából a valós életedben változás nem akkor van. És akkor nem fog fölkerülni az a kérdés, hogy mikor fog magára találni az emberiség. Akkor, amikor megérti, hogy ő neki mi a feladata. Ez pedig egyéni kérdés. Jó? Na, egy picit ebben a témában elég volt már. Jó?
Köszönöm, hogy meghallgattatok, és gondolkozzatok el rajta. Még egyszer mondom, ne gyűlölködjetek, nem kell senkit szidni, senkinek nem kell tapsolni, ezeket a kérdéseket tegyétek föl. Tudod-e folytatni pártpolitika, egyéb mindenféle frakció meg szövetség nélkül, ezért a területen élőkért? Kettő, vállalod-e az elmúlt éveknek a problémája csak azért, mert nem szólalt meg senki ennek a konzekvenciának a levonásá úgy, hogy ezután pozitívként? És a harmadik, akarod-e csinálni? Így is. Az kemény. Jó? De ezek egyszerű kérdések. Mert föltenni, és figyeld az arcát. Mert meggyőződésem, hogy nem is egy van, aki alkalmas. Nem csak aki vezet, hanem aki pozíciókban is van. Nem is egy van. Na innentől szép a játék, mert a tömeg azért mégis a tömeg. Jó? Na, tényleg ebből elég ennyi. Jó? Köszönöm, hogy meghallgattatok, és itt voltatok, akik itt voltak. És gondolkozzatok ezeken a dolgokon el. Jó? Sziasztok! Áldását!